Leopold Ratinik osztrák botanikus és mikrológus volt. Jogi, majd orvosi tanulmányok után 1806-ban az Alsó-Ausztriai Rendi Kollégium tiszteletbeli tájfitográfus címet adományozta neki. 1807-ben saját 10 000 példánnyal rendelkező növénygyűjteményét a bécsi udvari botanikai és természettudományi kabinetnek ajándékozta. 1808-ban kinevezték a kabinet gondnokának. Terjedelmes tudományos munkáit főképp növényekkel, virágokkal, gombákkal kapcsolatosan írta, melynek magas kiadási költségeit sokszor ő maga finanszírozta. Ratinik botanikai főműve a növénytani archívum mellett több, nagyon szépen illusztrált kötetet is kiadott. Műtárgyát a könyvtári gyűjteményből választottuk ki, méghozzá egy nagyon szépen illusztrált természettudományos témájú könyvet. Maga a múzeum könyvtára az a múzeum alapításával egyidős, tehát 125 éves. Az első kötetek tulajdonképpen ajándékozás útján gyűltek össze, és az első könyvek inkább régészeti, történelmi és ugye természettudományos témájuk voltak, ami azért érdekes, mert ma már sem természettudományos osztály, sem természettudományos gyűjtemény nem található a múzeumban, viszont néhány ilyen kis gyöngyszemre még rálelhetünk, mint ez az eredetileg 6 kötetből álló sorozat, ami nálunk itt a múzeumban 4 kötetben található meg. A kiállított kötet, ez egy német nyelvű munka. 1825 és 26-ban adták ki Bécsben az első kötetet, ami utána a másodikkal össze lett vonva. Leopold Ratinik, ő egy osztrák botanikus volt. Az ő műve magyar fordításban a német eredeti muskátlik új fajtáiról szól. A kötetek külön érdekessége, hogy minden leírás mellett egy-egy színes botanikai illusztráció is található, amely a növények formáinak, színeinek, textúrájának és részleteinek ábrázolását jelenti. A fotográfia feltalálása előtt az illusztrátorok rajzai jelentették a vizuális rögzítést. Az első növénytani ábrákat az ókorban készítették, a nyomtatott könyvekben való előfordulásuk csúcskorszaka a 18-19. Század volt. A kézi rajzok után a nyomtatott kötetekben az első illusztrált szakmunkákban fametszeteket, az 1600-as években már fémmetszetekre vésett martrajzokat, réznyomtatványokat találunk. Ratinik köteteiben a színezett táblákat Blasek rajzai nyomán metszették bele. A muskátlikról sok mindent lehet beszélni, hiszen rengeteg fajtája volt, ezért is emeltek itt Ratinik ugye a muskátli nemzetséget, hiszen ő a virágok közül nagyon sok fajtával rendelkezik, és rendkívül jól illusztrálhatóak. Ugye a botanikai illusztrációk is nagyon érdekesek, hiszen már az ókorban is megtalálhattuk őket, ugye a fotográfia feltárása előtt ez volt a vizuális rögzítésnek az egyik módja. Az ókorban még kézzel készített rajzokat használtak, aztán ugye a könyvnyomtatás feltalálása után pedig először fametszeteket, aztán különböző fémre vésett, mart illusztrációkat, nyomatokat használtak. Ugye ezekben a kötetekben is rengetegféle színes illusztráció található, ezek mind ugye esztétikai szépségükkel kitűnnek ugye az itt található régészeti, történelmi témájú kötetekből, illetve az, hogy növénytannal foglalkozik, ugye ez is itt nagyon ritka, illetve nagyon kevés kötetet találtunk. Maga a könyv is ipartörténeti műremek, gyönyörű kötésével és színezett lapjaival igazi kuriózum. Ez a 6 kötet is ugye műremek, már maga a kötésével, a lapjaival, a színezett lapszéleivel, ugye egy 18. századi kötésben találjuk, maguk az illusztrációk, maga a betűtípus, ez mind-mind érdekesség. Ez egy félbőr kötés, ugye itt a gerincén is látszanak az aranyozott beírások, ugye itt a lapszéleken, ugye itt is van bőrkötés, pedig itt is. Ha kinyitjuk, akkor itt látjuk ezt a későbbi kötést, ez egy nagyon jellegzetes bekötés. Az első lapon, tehát félig ugye gótbetűkkel, félig pedig ugye a ma használatos betűkkel íródott a főcím, ugye az egész német nyelven van. A következő oldalon a Német Kertészeti Társaságnak az ajánlását látjuk, és a továbbiakban több oldalon keresztül a szerzőnek a bevezetője van, amelyben nagyon nagyra tartja ugye a növénytant, a botanikát, milyen régi már, ugye például az ókorban is a kertészettel sokat foglalkoztak, a növényeknek a szépségével, a leírásukkal, a gyógyhatásaikkal. Hogyha utána egyet lapozunk, akkor a muskátliknak a többféle faja van leírva elég részletesen, és mindegyikhez van egy botanikai illusztráció. Tehát tulajdonképpen a könyv, ez a 6 kötet, ez mindegyike felsorolás, de elég
bőven. Igen, tehát ez egy tankönyvhöz hasonlatos. Tratini könyveinek múzeumba kerülési körülményeiről nem sokat tudunk. A levéltárba vételük 1957-ben történt. A főleg régészeti és történelmi gyűjtőkörű mai szakkönyvtár gyűjteményében e kötetek tartalmuk és esztétikai szépségük miatt külön érdekességnek számítanak.